Hát akkor maradjunk az intelligenciánál, ha már a Campus Hungary-ről volt szó. Az év intelligens vállalata versenyt hirdetett a Menza. Itt van velünk Rutai Gábor, a díjalapítója, a Menza tagja. Jó reggelt kívánok, illetve Nagy Lantos Balázs, a Menza Hungarika, ez úgy van írva, hogy IQ, elnöke. Na most azt tessenek nekem megmondani, jó reggelt kívánok, hogyha egy olyan cégnél, amelyiknek egy gazdasági nyereség, egy gazdasági siker elérése a cél, miért kell fejleszteni az IQ-t, hiszen ott alapvetően ugye egyrészt a személyes IQ, másrészt pedig a közösségi IQ magas kell, hogy legyen, hogy ezt a sikert elérjék. Hát nem is igazából fejleszteni kell, hiszen az IQ az egy adottságunk, azt nagyon fejleszteni már nem lehet felnőtt korban, már pedig ez a verseny elsősorban munkavállalóknak, tehát felnőtteknek szól. Itt inkább arról van szó, hogy ez egy jópofa lehetőség a cégnek arra, hogy esetleg valami csapatépítő jelleggel egy újabb díjért kiállhassanak, összefoghassanak és megmérettessenek. Ez most speciálisan éppenséggel arról szól, hogy melyik az a cég, amelyik olyan csapatot tud összeállítani, amelyiknek az IQ átlaga olyan magas, hogy elnyerhessék ezt a díjat, amit aztán később, ha már a gazdasági célokról van szó, esetleg büszkén kitehetnek a weboldalukra, az ászlójukra, hogy ők lettek az év intelligens vállalata. Tehát gyakorlatilag akkor egy közösségépítésről van szó, amely egy olyan versenyt rejt magában, gyakorlatilag nem is rejt magában, tesz nyilvánvalóvá, hogy megmutathatják a vállalatok, hogy nálunk vannak a legokosabb emberek, ugye? Igen. Hogyan zajlik a verseny? Hát a verseny két lépcsőben zajlik, először regisztrálhatnak maguk a cégek, tehát jelezhetik szándékokat, hogy ők már versenyben vannak, egyébként már ezt is kitehetik akár a saját felületeikre, hogy ők versenyeznek ezért a díjért. Aztán a csapatok egyenként, a delegált tagok először egy online teszten vesznek részt, és ezt követően pedig a már jól ismert Menza által most már jó néhány évtizede használt IQ-tesztet személyesen töltenek ki, és ezeknek az eredményeknek az összesítése, majd átlagolása folytán jön ki a végeredmény. IQ-teszt mit tartalmaz ez az IQ-teszt? Mert ugye minden IQ-teszt másféle, tehát vannak olyan IQ-tesztek, amelyeket egy ember mondjuk kitölt 140-re, miközben egy másik IQ-tesztet jó, ha 80-ra ki tud tölteni. Ennek jó részt az szokott az oka lenni, hogy különböző intelligencia faktorok léteznek. A Menzában jellemzően a fluid intelligenciát szoktuk mérni, amely azon képességet jelzi, hogy mit kezdünk egy olyan helyzettel, amivel korábban még nem találkoztunk. Tehát probléma megoldás. Probléma megoldás. Azért ezt az úgynevezett fluid intelligencia faktort szokás mérni egy általános intelligencia teszten, mert ez az, amiből leginkább következtetni lehet az összes többi intelligenciára. Ez az, ami legjobban összefügg a többivel, úgy mondják, hogy legjobban korrelál az összes intelligencia faktorral. Mennyiben fontos az általános intelligencia egy gazdasági feladat megoldásában, mert hát ugye ott azért nagyon erős szakintelligenciának is kell, hogy legyen egy-egy területen. Az általános intelligencia az minden helyzetben fontos lehet, hiszen arról szól a kérdés, hogy mit kezdtünk egy olyan helyzetben, amivel még nem találkoztunk. Nyilvánvaló, hogy az ember minden helyzetben támaszkodik szerzett tudásra is, és támaszkodik egyfajta olyan képességre, hogy az új helyzettel megbírkozzon. Természetesen részben ez az oka annak, hogy maga az intelligencia teszt is úgy néz ki, hogy egyfajta életkor korrekciót tartalmaz, mert bár az a képességünk, hogy az új helyzetekkel újszerűen tudjunk boldogulni, az már olyan 30 éves kortól elkezdene csökkenni, de... Tehát, hogyha az ember eléri a harmadik X-et, akkor onnantól kezdve ez a fajta általános probléma megoldó érzékenysége, ez erodálódik, ezt jól értem. Ez elkezd csökkenni valóban. Hát éppen ott van a tapasztalat, meg a bölcsesség. Pont erről van szó, hogy... ezt jól ellensúlyozza, tehát azt a tulajdonságot, hogy az új helyzettel mit kezdünk, ennek a képességnek a csökkentését jól ellensúlyozza viszont az, hogy egyre kevesebb új helyzettel találkozunk, hiszen egyre több helyzetet ismerünk már. Ezért is találták ki a pszichológusok úgy az intelligencia mérését, hogy az IQ érték az nem lesz alacsonyabb magas korban sem, hiszen mindenkit a saját korcsoportjához mérnek. Ez nagyon érdekes. Mi a díj? Mit kap az a vállalat, amelyik messze kiemelkedő intelligenciát tud letenni az asztalra? Hát én azt gondolom, hogy elismerést, odafigyelést,
esetleg a sajtó részéről valamiféle pozitívumot, tehát ennek van azért egy marketing PR értéke is. Van egy-két olyan díj már, most nem szeretnék másokat is reklámozni, amelynek a logóját szívesen oda teszik a saját weboldalaikra. Ez is úgy gondolom, hogy egy ilyen érdem lehet. Uraim, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ha IQ-ról van szó, akkor egy logó is jó díj lehet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. És köszönjük.